Sziasztok, én Marci vagyok, és most visszanéztem pár kiskori képet magamról, és most látom csak így pár éve később, hogy én régen hihetetlen nagy selfie gyártó voltam, amikor még nem is voltam felregisztrálva Facebookra, meg a semmilyen internetes oldalra, talán így régen, de ez lényegtelen. Szóval akkor nagyon jól jött volna egy Facebook profil, de hát nem tudtam róla, hogy ilyen létezik. Kuss lejem már! Szóval nagyon sok selfie-t csináltam régen, és nem tudtam, mi az értelme, de így most pár évvel később rájöttem a képeim lényegére és értelmére, ezért most bemutatnám nektek, hogy mindenben meg lehet találni az értelmet és az érzelmeket. Például itt az első képünk, amit már egyből több jelentésre is elláthatunk. Az első jelentés lehet az, hogy hú, bazd meg, ez megint nagyon ütős anyag volt. A második jelentés lehet az is, hogy aj, bazd meg, lecserélem a fűvészem, megint nem álltam be ettől a szartól. És a harmadik jelentés pedig az, hogy na basszus, már megint hétfő reggel van, és nincs jobb dolgom, mint reggel is magamat fotózni a tükörben, ugye? Ugye erre van példám az interneten, nem is kevés, így csak az árujelben elmondanám. A következő képen azt csodálhatjuk meg, hogy én milyen nagyon jól értek a helyszínválasztáshoz, ahogyan milyen tökéletes és jelentős helyzetben fotóztam le magam. Egy nádból készült napernyő előtt. Fantasztikus kép, És a háttérben még egy gaz is látszódik, emberek! Hibátlan elrendezés. Itt egyébként jobban látszódnak az ősi kun és mongol vonásaim. Belegondolni is rossz, hogy egyszer mongolok erőszakolták meg az ük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 
ez van, nem lehet ezen változtatni. Ezen a képen már egy kicsikét jobb háttérben fotóztam le magam, és egy török zászló is látszik a háttérben, amivel a csillagot akartam érzékeltetni, miszerint én egy csillag vagyok. Oké, most beoltom magam. Egy hulló csillag. Ez geci szar poén volt, takarod már haza, te köcsög! Mekkora poén! Oké, ennyi tovább. Azzal, hogy az egyik szemem kicsikét jobban be van csukva, mint a másik, azt próbáltam érzékeltetni, hogy mindenkit megbecsülök. Értitek, ez az ilyen reklámfej, hogy most kacsintottam, de nem látszódott. És hogy te egy jó ember vagy, ezt is akartam érzékeltetni. Ezen kívül ez a kép még egy tüntetés is az undorító pattanás elleni krémgyártó cégek ellen. Fúj! Akik undorítóan rám akarják tukmálni termékeiket, de én a természetes szépség híve vagyok. Oké. Kivéve a csajoknál, ők sminkeljék magukat ezerrel, mert amúgy rondák. Mit mondtál? Ezt ne vegyétek magatokra. Csak vicc volt. Ezen a képen azt láthatjuk, hogy mennyire élvezem a vásárlásokat és a piacon való nagyon élvezetes időtöltést. Emellett láthatjuk, mit tesz az emberekkel a McDonald's, ha sokat járnak oda. A Tokamit kb. 2-4 centiletet, ami épp 1 millió forint tömegének az 1 millió moda, ha azt apróba fizetik ki. Ha bankkártyán van, akkor csak olyan fele. Oké, ezzel csak egy bónusz információt akartam közölni, értelme nem volt. De ahogy látom, én még mindig nemet mondok a pattanás elleni krémeknek, és kinyomni sem akarom azt. Kicsit sem zavaró. Ezen a képen azt próbáltam hangsúlyozni, hogy a napkrémgyártó cégeknek sem dőlök be, inkább hagyom, hogy leégen az orrom. Not bad. Aki nagyon erősen figyeli a képet, az láthatja, hogy az egyik hajszálom irreálisan dől. Amivel arra akartam utalni, hogy hiszek a paranormális jelenségekbe azóta, miután megnéztem az Astroshow-t szombat délelőtt. Komolyan elgondolkodtam, lehet én is látó vagyok. Egy újabb szóviccön készüljetek fel, ez az év poénja. Az embereket videóval ellátó vagyok. Ez meg mi a faszom volt? Ez mi a fasz volt? Istenem, egyre jobb vagyok! Hová kezdem belemelegedni? Oké, egyre ütősebbek a poénjaim. Na, nézzük tovább a képet. Ez ekkora volt már! Oké, a bal felső sarokban lévő... A bal felső sarokban lévő fehér ruhák meg a szellemekre utalnak. A háttérben meg egy alakot láthatunk, aki nyilvánvalóan nem emberi lény, mivel nem látszódik a feje. Ilyen alapon nyomos okunk van feltételezni, hogy a képkészítésekor én is csak egy fej voltam test nélkül, mivel arra, hogy a testem is ott lett volna, semmi bizonyíték nincs, nulla. Nem látszódik, nem tudhatjuk. Az ég meg olyan furán világos, lehet, hogy éppen UFO-k szállnak le a háttérben? Ki tudja? És ha az egyik házban éppen valaki MTK meccset néz, Nem. Azért túlzásokba már nem esek. Ez nem történhet meg. A többin viszont gondolkozzatok el, mert lehet, hogy igaz. Ki tudja? Ghostbusters! Már ekkor is nagyon harcias, ifjú gyermek voltam, és ezen a képen meg a motorozás veszélyeire próbálom felhívni a figyelmet, azzal, hogy egy stopptábla előtt pózolok. A stopptábla jelek... Tábla, Istenem, bazd meg, nem bírok már beszélni! Oké, ezt nem fogom kivágni. Emberek, így veszem föl a hangot, hogy... Sokszor hibázok, és nem tudom miért tábját mondok a tábla helyett. Na minden, menjünk tovább. A stop tábla jelképezi azt, hogy lassabban közlekedjenek a motorosok. A motorok pedig az autósokat jelképezik, mert értitek, mert én így megkeverem. Tehát aki akarja, az felismerheti a szerepeket. Az autósok pedig azt jelképezik, hogy láthatóan le sem szarja senki a stop táblát, csak én, mert én pózolok előtte. A képen be van dőlve a fejem. Ez azért van, mert ezzel próbálok arra utalni, hogy nem dőlök be annak, hogy a Lay's chipset tesz a kiváló minőségű levegőjébe. Mert ez parasztság.
Ez parasztság. Nem azért veszem, hogy chipset kapjak. Én szint tiszta levegőért veszem. A következő képen láthatóan nagyon boldog vagyok, ugyanis az éppen elhaladó két sajjal édeshármas közeli állapotba kerültem, de végül rájöttem, hogy az még nem előjáték, hogy csinálok magamról egy selfit, aminek a háttérében feltűnik két saj. Na, látjátok, minden képben meg kell találni az értéket, az értelmet, az érzékeket és mindent, mert ez a művészet. Nem! A kiállításokon látható festmények, ez művészet. Ezeknek a képeknek az értékét olyan milliókra becsülném. Ugyanis akaratlanul, de ezekkel a képekkel jó dolgokért tüntetek, és rossz dolgok ellen természetesen. Ezek a selfik történelmiek, és még nektek is segítenek. Aj, faszom, megint elbasztam a szöveget, na mindegy. Ha sorrendbe állítjuk őket, akkor egy hétfőtől vasárnapig tartó képsorozatot kapunk, ami motiválhat titeket az iskolában, és otthon is egyaránt. Nyomtassátok ki a képeket, és ilyen sorrendben tegyétek ki őket a falatokra otthon. Ez a hétfői kép. Keddi kép, itt már kicsit vidámabb vagyok. Szerdai kép, itt már látom az alagút végét. Csütörtöki kép, ez már úgy jobb. És a pénteki kép, ahol már nagyon örülök. Ez a motiváló képsorozat mindenkinek nagy hasznára válhat. A végére hagytam viszont a legtöbbet mondó képet. Felkészültetek? Na most féljetek. Ezen a képen éppen alszom, láthatólag nappal, amivel egy újabb ellentétet viszek a képbe. Illetve én magam nyomtam le a fényképezőgépen a gombot, ezért még csak nem is alszom, de a szemem mégis csukva van. Cseles, cseles, nagyon. KUSS LEJEN MÁR! Jó volt, nem? 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 Nem?